Srácok, emlélemet nem hiszem, hogy be kell mutassam valakinek, nem hiszem, hogy kell mondjak valamit róla, viszont nagyon érdekes dolog történt ma éjszaka, amúgy a Fortnite-ban. A Fortnite-ban tudjátok jól, hogyha beszállsz egy autóba, van egy úgynevezetű Icon Radio, amiben Icon Series skinekről, vagy skinektől a zenéjüket tudjuk hallgatni. Na most ez nagyon-nagyon fontos, hogy 53 perces Eminem zenéket pörget ez a rádió csak. És folyamatosan csak Eminem 53 perces zenéket pörgeti. Csak is az, semmi mást, csak is Eminemet, csak is Eminemet. És ez egyértelműen megfordult elég sok emberben, hogy lehetséges ez csak egy tip, ez csak egy hint arra, hogy lehetséges egy Fortnite x Eminem együttműködés hamarosan. Több ember is mondta, több leaker, több adatbányász, meg is mutatom srácok itt a videót, hogy hát kb. Ezt láttam, amikor kinyitettem a Twittert. Igen, elég nagy nevek beszéltek róla, szóval tömény valószínű, hogy lesz valami belőle, viszont nagyon fontos az is, hogy jelenleg még nincs semmilyen titkos file amúgy Eminemről a Fortnite-ba, szóval lehetséges, hogy nem fogunk kapni skint, lehet, hogy fogunk kapni csak egy emote-ot, egy táncot, egy music pack-et, de az is lehet amúgy, hogy jövő kedden ki fogja klikkelni a skint, mert tudjátok jól, jövő hét kedden hatalmas nagy update-tal vár minket a Fortnite játékba, kora reggel, szóval ott is majd várok mindenkit, egyértelműen le fogom live-olni az egész update-ot. Írjátok le kommentbe srácok, hogy mit gondoltok erről az egészről. Rövid kis videó volt ez, mert nem szeretném sokáig húzni ezt a videót. Köszönöm szépen, hogy végignézted, írd le kommentbe, még egyszer mondom, hogy mit gondolsz az Eminem együttműködésről. Lehetséges, hogy hát, mint Eminemet ismerjük, vagy nem. nem szívesen mászna be ilyesmikbe, viszont van az a mondás, hogy van az a pénz. Értek. Ő meg pénzt csinál. Pénzt akar csinálni. Csabassátok szét a like-ot, iratkozzatok fel a csatornára, nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!